30% kövér, és az elhízott és túlsúlyos együtt, az egy kicsit nemtől, életkortól függően, de ez a 50-60-70% kategória, és ami szomorú, hogy ennek egy része már gyerekkorban kezdődik. Ezt mondja Sudár Zsolt, a Tolna megyei Balassa János Kórház belgyógyásza. A szakember tapasztalata szerint Tolna megyében is sok a túlsúlyos. A számuk az elmúlt időszakban tovább nőtt, miként a cukorbetegeké is. Míg 34 évvel ezelőtt elég volt 2 rendelés számukra, most 10 rendelés van. Akkor a Tolna megyéjek 2%-a küzdött cukorbetegségtől, most 10% körül mozog a számuk. Ha pedig valaki elhízott vagy cukorbeteg, megnő a szív- és érrendszeri betegségek. A stroke a rák kockázata. Továbbá a koronavírus fertőzés is komoly következményekkel jár náluk. Minimum duplája a kockázata a súlyos betegségnek, a lélegeztetőgépre kerülésnek, és ott az esély pedig feleződik a túlélése, és így a halálozás is magasabb. Egy zsíros, nagyobb mellkast rendesen átlélegeztetni, az sokkal nehezebb, és leszedni a gépről a beteget pedig megint problémákat vet fel. Sudár Zsolt kiemelte, az elhízásért az esetek döntő többségében maguk a betegek felelősek. Túl sok kalóriát visznek be, miközben alig mozognak. Így a megoldás is az ő kezükben van. Életmódváltással érhető el változás. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte évente közel 3 millió ember hal bele az elhízás következményeibe.